A hideg helyenként fagyos reggelért kárpótol minket az őszi napsütés. Bár a nap folyamán időszakos felhősödés is előfordulhat, rögtön meg is mutatom önöknek, hogy hol. Üdvözlöm önöket az M1-en, jó reggelt kívánok, Fölhéz Adrián vagyok. A kellemes, barátságos őszi kiránduló időben egy csodás hangulatképet kaptunk kedves nézőnktől, Magas Anitától. Nagyon szépen köszönjük neki. Ha rövidesen Európára, az európai helyzetképre tekintünk, láthatják, hogy északkeletről dél-délnyugat felé haladva egyre magasabbra szökken a hőmérséklet. Amíg Moszkva környékén fagypont körül tetőznek az értékek, addig a mediterrán térségben 20-21-22 fok is előfordulhat. Európa nagy részén egy anticiklon, vagyis magas nyomású légköri képződmény alakítja az időjárást. Ennek peremén gyengébb, harmadgyenge légköri frontok elérik a Kárpát-medencét. Ma például észak-észak-kelet felől egy gyenge hideg front súrolja érinti a térséget. Ennek hatására északon, északkeleten késő délelőttől megnövekszik és megvastagodik a felhőzet, de ezek a fátyolfelhők csapadékot sehol sem adnak. Csupán a napsütés teszik gyengébbé, bágyottabbá és szűrtebbé. Délen, délnyugaton, a napfényes régiókban a 15 fokot is elérhetik a csúcsértékek. Még a felhősebb, borongósabb körzetekben 10 fok alatt megrekednek a maximumok. Errefelé néhol csupán 7-8 fokot mutathat a hőmérő. A légmozgás ma még többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de a folytatásban északon, északnyugaton, például a Kisalföldön egy-egy élénkebb vagy erősebb széllökés is lehet. Az időjárás jellege sokat nem módosul a következő napokban. A reggeli pára és ködfoltok megszűnését követően többnyire verőfényes időt élvezhetünk, bár helyenként például északon, északkeleten megmakacsolhatja magát a köd, illetve az abból képződő réteg felhőzet átmenetileg szürkeséget is okozhat. De a Kárpát-medence döntő részén előbukkan és több órára kisüt a nap. A hideg egyre több felé fagyos reggeleket egészen kellemes idő váltja délelőtt és délutánonként. Akár a 10-11, sőt néhol még a 15-16 fokot is elérhetjük. Űridőjárás rovatunkban ma annak járunk utána, hogy hova irányítják a nemzetközi űrállomást, ha a Föld körüli pályafutásának végéhez ér. Napjainkban a bolygón körül egyre több használaton kívüli mesterséges objektum, kisebb-nagyobb alkatrész és törmelék kering, amely komoly kockázatot jelent például a működőképes meteorológiai műholdakra. Annak érdekében, hogy kevesebb legyen a kozmikus hulladék, az űreszközök zöme, amint véget ér a missziójuk, visszatérnek. A Föld légkörébe lépve a kisebb darabok porrá égnek zuhanás közben. Míg az el nem égett maradványok sikeres manőver esetén, a csendes óceán déli részén csapódnak be, és lelnek végső nyugalomra. Ugyanis itt található a Nemo pont, a Föld egyetlen űrtemetője, nagyjából félúton Új-Zéland és Chile között. Elméletileg a nemzetközi űrállomás darabja is az óceán mélyén landolnak majd, várhatóan 2030 után. Viszontlátásra!